Hát szeretnék előre elnézést kérni a képek minőségéért, sajnos nagyon gyorsan kellett összeválogatni, ezért egy kicsit szedetvedett a prezentációnk. Mint nyilván tudjátok, a Müszi hamarosan be fog zárni, tehát ez a mostani beszélgetés igazából a nosztalgiázás jegyében fog telni. Visszanyúlunk a kezdetekig. Hát a kezdet az az, hogy a Müszi abból a szociokulturális közegből származik, ami a 7. kerületben így megelőzte ezt a mostani vigani negyed korszakot, amikor még ott is ilyen kulturális közösségi terek uralták a placot, és hát ez áttolódott a 8. kerületbe gyakorlatilag, ahol a Müszit megalapítottuk. A Müszi nagyon sok mindent magába integrált azokból a helyekből, ahonnan származott, tehát ennek a 7. kerületi közegnek a szellemiségéből, de egyben a tárgyaiból is. Tehát nagyon sok olyan tárgy volt a térben, ami a Sirályból, az egykori tűzraktérből, különböző más helyekről származott, mert miután lebontották, elhoztuk. És akkor ezeket vegyítettük azzal azokkal a tárgyakkal, amiket ott találtunk ebben a retro áruházban, ahol nagyon sok minden megmaradt a régi dolgok közül. Egy nagyon fontos dolog volt a kezdeteknél a 2800 négyzetmétert mindenhol behálózó álmennyezet, amiből elkezdtünk falakat építeni. Tehát azzal kezdtük a tevékenységünket, hogy lebontottuk ezt az álmennyezetet, és ebből építettük fel gyakorlatilag a Müszi műhelyeit és műtermeit. Ez egy közösségi munka volt, amiben önkéntesként vettünk részt, ilyen közösen összedobott kajapénzből érdekeltünk azokban az időkben, semmilyen forrásunk nem volt, amikor elkezdtük csinálni. És nagyon sokan részt vettek azok közül, az alkotók közül is az építésben, akik később benépesítették a Müszi tereit. Itt látható a Müszinek az első logója, ami az épület alapterülete gyakorlatilag. Mert ez a két fehér lyuk középen két belső udvar, amik közül az egyiket kialakítottuk üvegháznak egy időben. Na hát itt látható, ahogy bomlik le az álmennyezet, és állnak fel a falak belőle. Az a kis bódé nagyon szépen szemlélteti, ahogy egy ilyen szögletes struktúrát világ így átmegy egy másfajta struktúrába, egy ilyen lágyabb, organikusabb szerkezetbe. Hát ez a kezdeti alapterület, ami nagyjából azért megmaradt, tehát valami hasonló áll jelenleg is a Müsziben. Lilával jelöltük a műtermeket, műhelyeket, ahol alkotók dolgoztak, a pirosak rendezvénytermek, a sárga pedig egy közösségi iroda volt, ami Dzsungelklub néven híresült el, mert teleraktuk növényekkel. Hát ez a kissé megkopott korabeli fotó, ez a Müszi első előadásának a képe, és az az érdekessége, hogy itt az álmennyezet még fönt van a plafonon, egy olyan előadó térben, ahol természetesen lebontottuk, mert beépítettük. Mert ez az egyetlen olyan kép. Ez az első kiállításunk. A holland nagykövetség hozott egy kerékpár kiállítást, és gyakorlatilag ez nyitotta meg a Müszinek a kiállító termét. És ők támogatták gyakorlatilag annak a kiállító teremnek a létrejöttét. Ez, amit most látunk, ez a Müszinek a moziterme, ami nagyon sok bulinak is a helyszíne volt, de így nézett ki kulturált állapotában, amikor ki volt takarítva és szépen be volt rendezve. Ez a moziterem arra a részére esik a Blahának, ahol ez az alumínium borítás van, tehát ott nem volt semmilyen nappali fény. Ez a workshop terem, volt egy kisebb rendezvénytermünk is, ami még megvan egyébként néhány napig, ami olyan 60 fő befogadására alkalmas. Itt pedig láthatunk egy képet az előadó teremnek egy nagyon korai állapotáról szintén, és a Müszi első büféjéről, amikor még nem volt pult, csak a helyszínen talált vasasztalokat összetoltuk, és ott szolgáltuk ki a vendégeket. Aztán kialakult a büfénk, ami így néz ki mind a mai napig, és nagyon élénk közösségi életnek a helyszíne. Az az íva, azt majd látni fogjuk egy másik képen közelebbről, hogy a Sirálynak a
a színpadát vette körbe. Volt egy olyan korszak a műszínek, amikor átnevezett köztereknek a neveit vittük tovább. Többek között hozzánk került a Moszkva tér egy nem éppen olyan órával, de a funkcióját betöltötte, és egy eredeti Moszkva tér feliratú tábla is, tehát lehetett találkozni a Moszkva téren. Hát a műszínben nagyon sok generáció megfordult, itt látunk ilyen pingpongozó öregurakat és csocsózó gyerekeket. Nagyon sokrétű volt kulturálisan a műszi, tehát valóban minden korosztály és nagyon sokféle kulturális csoport megtalálta nálunk a helyét. Hát mind a mellett, hogy közösségi tér volt, nyilván művészeti bemutatótér is. Nem is tudom, hogy hány kiállításnak adtunk helyet az évek során, de hát iszonyatosan soknak. Na és persze előadó művészeti programok és rengeteg sok buli is megvalósult a helyszínen, amiből néha problémák is adódtak. Mit mondjak? De underground volt. Itt pedig a közösségi irodánk látható, aminek a növényeit fájó szívvel kiárusítjuk és elajándékozzuk, már csak néhány darab van belőle. Ez az egykori dzsungelklubnak a régi képe, hát most már nem egészen így néz ki. És hamarosan lebontjuk.